ismerem a természet törvényeit, és én fel vagyok készülve a végre. Lelkileg is, úgyhogy igen, nem ár, nem ír semmi sem véletlenül. Merre menjek, Gyuri bácsi? Balra. Mert hogy először a naplástóhoz megyünk, amit szeretne megmutatni. Szóval nem sokat pihen Gyuri bácsi, azt nézem, hogyha most megjelenik egy könyve márciusban, de már tervezi a következőt. Közben aktív e-mailen, Facebookon, interneten, mindenhol. Hát elég. Sok minden meg van. Ezek az előadások, ezek nagyon fontosak számomra, mert a visszajelzés, tudja, az, hogy ugye a kérdésekből az ember megtudja, hogy mi az, ami az embereket érdekli, és mi az, ami nem érdekli, mi az, ami tudnak, mi az, ami nem jutott el hozzájuk. A kertészet is rendkívül sokat fejlődött az utóbbi időben, főleg az információtechnika következtében. Úgyhogy hát ezzel valamiképpen lépést kell tartani. Arra emlékszik, hogy mikor kezdte el először használni az internetet? Hát 20 éve. Hát gyakorlatilag, hát amikor lehetett. Akkor, amikor kezdődött tulajdonképpen. Egy kicsit megakadályozott engem az internetre való fölkészülés, vagy az internet használatában az, hogy, hogy akkor éppen országgyűlési képviselő voltam. És ez miért akadályozta és meg, hogy nem volt rá ideje? Ugye körül voltam véve asszisztensekkel, meg nem volt rászorulva, hogy... Úgyhogy nem jutottam hozzá. Számomra is zsákutcának tűnt a politika. Bizonyult. Igen. Az soha nem merült fel önben, hogy visszatérjen a politikai színpadra, és ott szerepet vállaljon? Hát ugye elcsábultam. Egyszer, igen. A rendszerváltás idején annyira úgy érezte, hogy na most itt van az ideje annak, hogy azt a néhány évtizedes tapasztalatot, amit összegyűjtöttem, most lehet, hogy ne hasznosítani szélesebb körben. De hát nem egészen így történt. És csalódás a Gyuri bácsinak, hogy ez... Nem, hogy nem tudta megtalálni az utat, mondjuk így politikusként a megoldás felé, vagy hogy ez csak erről hát szólt, erről a néhány próbáltam évvel. Azt, amit tudtam átadni. Igen. Először a politikus társaimnak, nagyon kevés sikerrel, és hát jártam a vidéket, és tényleg akkor éjjel-nappal mentem, és próbáltam, de tulajdonképpen bebizonyosodott az, ami a SZDSZ-nek a katasztrófája volt, hogy a nagyvárosba, tehát a fővárosba, meg a nagyobb városokba koncentrálódott az ő tevékenységük, és figyelmen kívül hagyták a vidéket, ahol azonban még mindig a lakosságnak több mint a fele él. Kis településeken, falvakban, tanyákon, szóval ez nem szabadna elfelejteni, és nem is lehet elfelejteni, mert ennek az országnak, amelynek
nincsen tengere, nincsen sízésre csábító magas hegye, nincs bányája, nincs olaja, nincs... Hát szóval nincsenek természeti kincsei, de van termőföldje, ami a legnagyobb értéka Európában, ugye. Nagyon közel vagyunk tulajdonképpen ehhez a természetvédelmi területhez. Kiváló kiránduló hely lehetne, és ez a fővárosnak a legnagyobb jégpályája. Tényleg? És itt szoktak a helyiek? Hát vasárnap tele van az egész tó. Korcsolyázókkal? Hát ez szuper. Ez tulajdonképpen ezt a testet körülvevő rétláb lecsapolásának a vize. Aha. Ami valamikor a 90-es évek végén alakult, és 97 óta, 1997 óta természetvédelmi terület. Fantasztikus növény és állatvilága van. Például a mocsári teknős, ami csak itt van. Itt létezik. Menjünk egy kicsit közelebb. Például közben. Az imádkozó sáska. Emeljük ezt. A rovarok közül egy nagyon érdekes állatka. Uh-huh. Hát nagyon sokféle bogár, meg nagyon sokféle növény. A sáson és a nádon kívül például az orhideák vannak. Tényleg? Igen, akkor ez szuper, szuper hely lenne itt a budapestieknek. Máshol már szabadban nem találhatók fel. De például a szibériai nőszirom, az is egy emigráns növény, ugye, ami Szibériából került ide. Jött ide, és itt gyökeret ver. Most jól érezheti magát itt ebben az időjárásban. Elterjed. És akkor itt szoktak korcsolyáznia? Igen. Tele van szánkóval, meg most szombat, vasárnap. Hát most éppen hétköznap van, iskolában vannak. Nem megy erre sor. Nyáron meg horgászok élvezik itt ezt a elég bőséges hal állományt. Mi szinte hetente kijárunk ide, és én nekem legnagyobb örömem az, amikor tavasszal igazán kisüt a nap, akkor arra a domboldalra ott leülök, és egy fél órát nézegetem a tájat. Gyönyörű ez a vidék, és itt a város közelében. Igaz, hogy Gyuri bácsi számolja a napokat tavaszig? Uh-huh. Hány nap van? Nincs olyan centiméterem, de 38 nap van még hátra, ha minden jó, még 37 talán, mert én mindig a tavaszi napi forduló, tehát március 21-e, amikor már tényleg lehet paraszt embernek is hozzálátni a tavaszi munkákhoz. És azt láttam, amikor behívtak a kedves feleségével egy kávéra a forgatás előtt, hogy van végre kert, egy pici magas ágya most már Gyuri bácsinak. Igen. És ennek mi a jelentősége, vagy ez hogy alakult? Mert hogy sokáig nem volt saját kertje, mert hogy a feleségével volt egy kis vita, ugye? Hogy erről. Meséljen nem erről. Nem is kicsi, nagy élénk vita van, de hát hogy a saját lelki berendezkedésemről beszéljek, ugye, hogy én életemben mindig termeltem valamit, valami jobbra, és rendkívül módon hiányzik nekem a termelésnek a
szelleme az, hogy na hát ezt én állítottam elő. Akármilyen egyszerű egy hónapos retek, amit a családnak a reggeliző asztalára lehet tenni, az számomra rendkívül jelentős. Mihelyt egy kicsit jobb idő lesz, akkor már tudom, hogy honnan tudok beszerezni egy kis jó termőföldet hozzá, és akkor megkezdjük a tavaszi munkákat. Nem hobbi, hanem valóságos értékeknek a termelése. Hát háromszor, négyszer, ötször annyi terményt lehet betakarítani erről a magaságról, mint egy azonos területű szabadföldi területről. És érdekes módon éppen orvosokkal szoktam mindig a legtöbbet beszélni erről a dologról, mert én ugyan nem régebben nem nagyon sokat jártam orvoshoz, de mostanában, ha bemegyik egy orvoshoz, az biztos azt mondja, hogy jaj, és ne haragudjon, akkor megkérdezem, hogy a muskátlilla vele mitől sárgul? Vizsgálat után ez mindenképpen fontos tisztelni. De hogy szerintem Gyuri bácsi ez most már hozzászokhatott, nem? Hogy bárhova megy Magyarországon, mindenkinek van egy kérdése, nem? Autóbuszon, metrón, minden. Mi volt a legfurcsább szituáció? Mikor úgy látom, hogy úgy rám néznek, és akkor én még szoktam is segíteni idősebb hölgyeknek, hogy na tessék akkor, hogy... Látom, hogy van egy kérdése, tessék mondani. Ezt hogy éli meg, vagy hogy élte meg ezt a hihetetlen nagy népszerűséget, amivel az... A Bálint gazda jelenség nem könnyű dolog, és tényleg? És óriási felelősség. Ugye olyan rossz ennek a társadalomnak a közérzete most. Ha az ember fölül egy metróra, akkor csupa olyan embert lát, aki a okos telefonját nyomkodja. És nem igen olvastak az emberek, és hát szóval el vannak merülve bizonyos dolgokban, de nem kellene annyira. Nyugtasson meg Gyuri bácsi, hogy az a rengeteg cikk, meg megosztás, amit mondjuk kitesz a Facebook oldalára, amit hagyj jegyezzem meg, hogy 400 ezeren követnek. 400 ezeren, az rengeteg, hogy ezt nem minden írja, ugye? Mert az rengeteg munka lenne. Hát az a munka megosztás, hogy én minden anyagot én adok, de az unokám összerendezik. Ő rakja össze. Aha, tehát családi, igen. Családi együttműködés. Képeket ad hozzá, meg szóval ő informatikusnak tartja magát. Uh-huh. Eredetileg ő is kertészmérnök. Mi abban a családban tartozunk, hogy ugyanazon az egyetemen, főiskolán végeztünk. Én még a kertészeti egyetemen, a fiam már a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, az unokám meg a Corvinus Egyetemen. De ugyanaz az egyetem. Három generáció. Ugyanaz. Azon szokott gondolkodni, Gyuri bácsi, hogy mi az, ami ennyire frissen tartja? Az elméjét? Azt hiszem önmagában. Az, hogy nagyon szeretek fiatalokkal foglalkozni, nagyon sokat is voltam hosszú ideig fiatalok között, és most meg a saját unokáim, meg dédunokáim azok, akikkel meg a
gondolkodás módjához kellene egy kicsit asszimilálódnom, és azt hiszem, azt tart fiatalosan, hogy az ő gondolkozásukkal próbálok lépést tartani. És a szobára megyünk, igen. Szokták kérdezni öntől, hogy mi a hosszú élet titka? Olyan ritkán van az embernek lehetősége 98 éves emberre beszélni. Nagyon nehéz megmondani. De ha nagyon fontos, hogy erre valami érthető választ adjak, akkor azt kell mondanom, hogy az apámtól tanultam azt, hogy már 3-4 éves koromban, milyen a szőlő, amikor fakadni kezd, és hogy lehet meglátni, hogy mennyi fürt lesz rajta, és hogy lehet gondoskodni arról, hogy a betegségektől megóvják, és szépen fejlődjenek ki a bogyók, hogy édesek, cukrosak legyenek, hogy legyen benne elég savtartalom, hogy jó bort lehessen belőle készíteni. Lehet azt mondani, hogy a természet közelsége, meg az, hogy Gyuri bácsi soha nem veszítette el a kapcsolatát a földdel, a természettel, hogy az egyik titka annak, hogy itt vagyunk 97 és fél évvel később, és még mindig tudunk beszélgetni bármiről. Igen. Hát tényleg a sohasem veszítettem el, mert emlékszem rá, most kénytelen vagyok meg itt egy háborús emlékre visszaemlékezni, hogy egy repülő támadás érte azt a vonatot, amin jöttünk, nem sokan, csak véletlenül én meg két társam a frontról, és hát kénytelenek voltunk egy kukoricásban hasra fekve várni, hogy vége legyen ennek a bombázásnak. És akkor láttam magam előtt egy gyomnövényt, és akkor azt mondtam, hogy ja, hát itthon vagyok, hát ezt a gyomnövényt én ismerem gyerekkorom. És erről ismerte fel, hogy Magyarországi területen vannak. Hát, elképesztő. Sokat gondol a múltra. Arra, hogy gyakorlatilag az ön életén végig trappolt a 20. század. Igen. És tényleg nagyon változatos és nagyon fordulatos volt az én életem. Nagyon sok hullámvölgy és hullámhegy követte egymást. De hát ezek azért mindig olyan tapasztalatokat hoztak, amiket érdemes megőrizni, talán másoknak is átadni. És feldolgozni hogyan sikerült ezt? Hát egy életrajzi könyvet írtam, ami 4 kiadásban megjelent. Ki írta magából? Mert hogy nem tudom, hát azért lehet... Egyenesen? Ez ők. Igen, ez a stábot előttünk. Igen. Szóval, hogy kiírta magából, az nyilván segített, de azért... Szóval tényleg én most nagyon sokat olvastam, nyilván Gyuri bácsiról lehet tudni egy csomó mindent, de most, hogy tudtam, hogy találkozunk, és volt nem olyan régen az Indexen egy hosszú beszélgetés, ahol elmesélte azt, hogy a fasizmus, aztán a kommunizmus hogyan nyomta rá bélyegét a sorsára, és azon gondolkoztam, hogy mi az, amit ezekből a szörnyűségekből hasznosítani lehet egy életútban. Ugye olyan okosan van az embernek a agyműködése megszervezve, hogy a jó dolgokat megtartja, és talán egy kicsit ki is színezi természetesen, a rossz dolgok meg elhomályosulnak az ember előtt. Talán azért, hogy a jó dolgok befogadására helyet adjon az agyában, de
minden esetre ezért hálásnak kell lenni a természetnek, hogy ilyen szelekcióra ad alkalmat az embernek a memóriájában. És én is így vagyok vele, hogy a háborúból is nem annyira az éhezésre, a szomjazásra, a ruházatnak a nélkülözésére emlékszem vissza, mint inkább azokra az emberekre, akik jót tettek velem, akik, mit tudom én, egyszer Kassán voltunk egy elszállásolva egy ilyen felhagyott téglagyárban, és éhezett a századunk, és akkor elhatároztuk, hogy néhányan egy közelben lévő, és valaki által azért segített, pékségbe elmegyünk, és megkérjük, hogy süssenek kenyeret a számunkra. És a pék vállalkozott erre, és azt mondta, hogy este jöjjönek el, és fölfűtjük a kemencéket, és éjszaka megsütünk egy annyi kenyeret, ami a századnak egy pár napra elég lesz. És akkor bejött egy tábori csendőr főhadnagy. A tábori csendőrök ilyen széles, valami fémből készített táblát hordtak a mellükön, és két csendőrrel jött be, és kérdezte, hogy mit csinálnak maguk itt. És én álltam eléje, és mondtam neki, persze szigorú vigyázálásban, hogy kenyeret sütünk. És nézett rám, és azt mondta, hogy csinálják tovább. És odafordult a két csendőrhöz, és azt mondta nekik, hogy nem láttak semmit. És megfordult és elment. Ugyanaz megtehette volna azt, hogy bilincsbe engem. Hogy retorzióltak. És elment. És elvittük a kenyeret, és akkor vittek el bennünket Nyugat-Magyarországra, egy Hidegség nevű községbe. Az volt az utolsó magyar sáncásásunk. És nem éheztünk, mert mindenkinek jutott egy fél kenyér. Azon gondolkozom, hogy igazából az élet sokszor szerencsén és mások emberek jó indulatán múlik, nem? Hogy az ember éppen összetalálkozik-e valakivel? Társadalomban élünk, emberek együtt élnek, minden embernek vannak értékei, és minden embernek vannak hibái. És ezeket kellene ismerni és felhasználni, úgy, ahogy a modern pedagógia megtanulja, vagy megtalálja azt, hogy ki mire alkalmas, ki miben tehetséges, milyen, miben mire jó, vannak képességei. És az idő múlásával hogy áll, Gyuri bácsi? Éven? Az idő múlásával, az öregedéssel, az idővel. Nézze, én ismerem a természet törvényeit, és én fel vagyok készülve a végre. Lelkileg is. Úgyhogy engem nem ír semmi se véletlen. De ez egy, nem tudom, ritkán adódik lehetőség, hogy erről beszélgessünk nyíltan, és szerintem olyan fontos, hogy az emberek beszéljenek arról is, hogy az élet
nek része az, az, hogy elkezdődik, és az is, hogy véget ér, nem? És ez olyan békés, igen. Talán ez egy békés érzés lehet úgy képzelni. Igen, én békésen éltem mindig életemben. Azt hiszem, nagyon sok nehézséggel. De hát azért... Tudja, tegnap olvastam el talán 26-szor a Szerb Antalnak a Utas és Holdvilág. Kedvenc könyvem. Tényleg? Igen. Ugye Mihály is egy ilyen gondolkodó ember volt, és nem tudott kiegyezni a életével és halálával. Én ki tudok egyezni ezzel a dologgal, és remélem, hogy lesz elég erőm hozzá, hogy ezen nevös változtassak. De hát még tele van tervekkel a Gyuri bácsi, úgyhogy még új könyv, igen. Iskola kertek. Igen. Úgyhogy még itt bőven van tennivaló. Nem? És amíg dolog van, addig élet hát van. Én szeretnék még tennivalót hagyni az utakon. Én azt hiszem, de hogy azért mindig annyit lesz szeretnék elvégezni, mit lehet. De most ez az iskolakert nagyon-nagyon foglalkoztat engem. Igen, erről beszéljünk egy kicsit, mert az én gyermekem is iskolás. Általános iskola 5. osztályos. És azt látom, hogy valami keveset foglalkoznak az iskolai keretek között. Nyilván van biológia, természet, nem tudom, környezetismeret órájuk, de hogy nem mennek ki a földhöz, és nem, nincs hely sem az iskolában erre, meg nincs... Na, nagyon sokat hát olvastam maga gyermekéről. Tényleg? Persze, jaj, mindig elolvastam. A nőklapjában a Lolát. Na hát képzelj el, hogy a pici Lola már 11,5 éves. És azt látom, hogy az iskolákban nem mindenhol, sőt, a legtöbb helyen nincs kialakítva az, hogy... Azt, hogy a gyerekek közel kerüljenek a kertészkedéshez. Igen. Ez erről szól ez a program, ez az iskola kertésze? Ez kellene. Érdemes ilyen magas ágyakat készíteni, mert a gyerekek is jobban hozzáférnek, és kevesebb fáradtságot jelent nekik ezeknek az ápoláson. Abban az iskolakertben, ami már működik, ott az órákat is szívesen tartják, sőt, egy történelem tanárnő elmesélte nekem, hogy tavasszal, amikor szép idő volt, akkor a történelem órát is ott akarta tartani, hogyha mások nem veszik igénybe a kertet, mert a gyerekek jobban megértik azt, amit mond neki, hogyha kit a természetben mesélje. Fantasztikus. És akkor ezekben az ágyásokban mit érdemes mondjuk egy iskola kertben termeszteni? Minden zöldségfélét, sőt gyümölcsöt, sőt egyre több gyümölcsöt lehet, nem csak szamócát, hanem például most van egy csilei cseresznye féleség, amely magas ágyakban is nagyszerűen megtermelhető. Paradicsomot például, hát annál jobb ízű paradicsom nem létezik, mint amit az ember maga szed le reggel a tőről, és oda teszi a család reggeli szolgasztalára. Mit tagadás? És mi a tervezel ezzel az iskolakert projekttel, Józsi? Hát, mit szeretnének? Folyamatban van egy országos iskolakert hálózat kiépülése, amit a minisztérium is támogat, Földművelési Minisztérium. Van nagyon sok ilyen szervezet, nagyon sok lelkes pedagógus, akik profik, tehát ilyen fitopedagógusok, ökopedagógusok nagyon képzik magukat. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha ez az élménycentrikus oktatás, ez egy országosan elterjedt, bevett a nemzeti alaptanterv részévé válna még inkább. Ugye a környezetismeret órán, technika órán, de tényleg nyelvórákon ugye lehozzák a gyerekeket, se szeretik a tanárok lehozni, mert olyan táblákat készítünk, hogy több nyelven kírjuk a növényeknek a nevét, latinul is, meg angolul, németül, minden, ami aktuális.
És szeretnénk, hogyha ezzel segíteni tudnánk a tanárokat, tehát olyan eszközt adunk a kezükbe, amivel a gyerekeket sokkal könnyebben tudják tanítani. Tehát absztrahált módon benülni az osztályterembe és a kétszikűekről, egyszikűekről beszélni, ez egy ötödikes gyereknek elképesztő nehéz. Míg hogyha kimegyünk és megmutatjuk, hogy például a tulipán hagyma hogy osztódik, és ezeket gyakorlatban egy pillanat alatt megérti, és örökre meg is jegyzi. Ráadásul itt nagyon szeretik a gyerekek, hogy kihúzzák a sárgarépát, megpucoljuk és meg is eszik. Tehát nagyon szeretik bekapcsolódni. Még az táplálkozáshoz is abszolút hozzájárul. És mennyire, mekkora befektetés egy ilyen, mert azért az iskolák nincsenek olyan nagyon jól elengedve anyagilag, tehát hogy sokszor még nem tudom, táblatörlő szivacsra sincs pénz, tehát hogy azért nem gondolom, ehhez pénz is kell. Igen, mindenképpen. Hát szerencsére egyre több pályázati forrás is erre megnyílik, illetve mi abban igyekszünk segíteni az iskoláknak, hogy a saját forrásaikhoz próbálunk olyan szponzori támogatást segíteni, hogy ezt meg tudják szerezni ezeket az eszközöket, fenn is tudják tartani, próbálunk olyan pedagógiai hátteret biztosítani, hogy egész nyáron, egész év folyamán hasznosan tudják kihasználni ezeket az eszközöket. De akkor magas ágyat minden iskolába, és magas ágyat minden erkélyre a városban. Igen, minden. Ahova csak befér. Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Igen, nem virágláda. Nem virágláda. Virágládát is. Meg magas ágyat is. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, Gyuri bácsi. Nagyon szépen köszönöm. Ezt tényleg meg kell tanulnom most már, mert tehát jövőre 50 éves vagyok. Igen. És én kérdőjén hangzik kimondani, nem? Igen, mert hogy Bombás Marcsi 50 éves, az olyan nekem, tehát hogy annyira... Szegény anyukám szokta mondani, hogy ez hogy történt meg, ez hogy lehet? Mondta, anyuci, legalább nem mondogass. Felzabálom az embereket néha. Nem értem, miről beszélsz. Nem tudom én sem. Láttam a tévében a nagy sztárokat, a Lady Gaga-t, a Rihanna-t, a Madonna-t, ők is bevállaltak, akkor én miért ne? Szóval nem szégyellem, de is lenyugodtam már egyáltalán, tehát már én közönségesnek látom azt a Tóth Gabit, aki régen voltam. Ő engem jobbá tett, és érzékenyebbé, és befogadóbbá, és elfogadóbbá. Az igazgató öröme az nagyobb volt, mint a színészi, mert színészként már volt ilyen berészem, és... Persze nem lehet megszokni, meg az ember mindig vágyja, de ez, ahogy igazgatóként tudok izgulni egy premierért, az egész más. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!